matematika kört indít Kolozsváron a Báthori István Elméleti Líceum. A kezdeményezés attól különleges, hogy nem csak az iskola tehetséges diákjait igyekszik felkarolni, hanem lehetőséget kínál a városban és a környéken élő, jó képességű tanulóknak is, hogy továbbfejlesszék a tudásukat. Szilágyi Judit matematika tanárt, a Báthori István Elméleti Líceum aligazgatóját köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves nézőket! Miért gondoltak erre a projektre? Az az igazság, hogy az iskolánk mindig is jeleskedett a matematikai tehetséggondozásban, tehát ebben igazán élen járunk, mondhatnánk, nagyon, nagyon kivételes eredményeket tudhatunk magunknak. Nekem ez egy rég dédelgetett tervem, hogy amit mi a saját diákjainkért megteszünk, azt jó volna nagyobb diákközösségnek is felkínálni. Nem ez az első alkalom, amikor ilyen történik. Mi valamilyen szinten mindig igyekeztünk valamilyen hiányt pótolni. A matematikai tehetséggondozásnak egy része a körök, a felkészülések, egy másik része a versenyek. Mi 10 éven keresztül rendeztük a Radó Ferenc matematika emlékversenyt, ami országos szintű volt, tehát nem is csak megyei szinten, országos szintű. Abban a pillanatban, amikor nem volt országos szintű verseny a magyar gyerekek számára. Aztán most már hál' Istennek van a minisztérium által is elismert erdélyi magyar matematika verseny, sőt nemzetközi szakasza is van, úgyhogy azóta ezt a versenyt nem rendezzük, hiszen mi hiányt akartunk ezzel pótolni. Úgyhogy felszabadultak energiáink, és úgy lassan-lassan megérett az idő arra, hogy ez is végbe mehessen ez a terv, hogy egy olyan szakkört indítsunk, ami más érdeklődők számára is nyitott legyen a megyéből, nem csak a városból, hanem a megyéből bárhonnan jöhessenek. Mert hogy úgy általában az iskolák a saját diákjaikkal foglalkoznak általában. Igen, ez így igaz, ez nekünk egy nagyon rossz tulajdonságunk magyaroknak, hogy mindenki úgy el van a saját maga házatáján, és ahelyett, hogy kisebbségi létben összefognánk, akkor a helyet mindenki rendezi a magáét, de ugye a talentumos példázatra gondolva, ami pont most nálunk évnyitón hangzott el. Úgy gondolom, hogy azt a tehetséget, amit mi kaptunk, meg azt az adottságot, meg mi is annak idején részesültünk hasonló lehetőségekben, ezt minél tágabb körben kell kamatoztatni, tehát úgy valahogy kötelességnek érzem, hogy... Ez nagyon szép gondolat. És hogyan képzelték el, hogyan fog működni ez a matematika kör? Hát ez nagyban függ attól is, hogy milyen lesz az érdeklődés. Én ezt egyelőre nem tudom. Van, ahol már működik, tehát tulajdonképpen én egy matematika művelő egyesület, Simplex Egyesületnek vagyok a tagja. Ez nem úgy jött létre, hogy most összeálltunk hárman, és úgy gondoltunk, hogy létesítsünk egy egyesületet, hanem úgy kezdődött, hogy szerveztük együtt a radóversenyt, akkor utána, és sőt, közben elkezdtük rendezni nyáron az erdélyi szintű tehetséggondozó táborokat, és így kialakult egy csapat, aki nagyon jól dolgozott ebben, és így lett egy egyesület, tehát hogy egyszer volt a munka, a tevékenység, és aztán utána született valami, most nagyon sokszor ennek a fordítottját tapasztaljuk, de ebből általában nem is lesz aztán semmi, tehát na, és a Simplex Egyesület tagjainak egy része csíkszeredai, és Csíkszeredában már jól működik, a tavaly kezdték ugyanezt a megyei szintű kört. Ugyan Hargita megyében persze kicsit másabb a helyzet, ott azért a falvakban élnek a magyar iskolák, tehát van sokkal több gyerek, aki vidékről bejárjon. Itt egy kicsit másabb a helyzet nálunk. Meglátjuk. Én remélem, hogy mi beindítjuk, és még hogyha az elején nem is jönnek annyian, hogyha a híre megy, a gyerekek szeretik, én gondolom, hogy... És azt hirdetik, hogy falvakból érkező gyerekeket is fogadnak. Persze, persze. Hát mit kell nekik vállalniuk? Hát a beutazást és a hazautazást. Mert szombatonként tartjuk pont amiatt, hogy tudjanak bejönni. Sőt, úgy gondoltuk, hogy pont az utazás nehézségei miatt nem hetente tartunk 2 órát, hanem 2 hetente 3 órát, hogy ne kelljen annyit utazgatni, tehát ezt minél inkább könnyített. Több órát egyszerre. Egy-egy hétvégére. És ennyit kell nekik vállalniuk, ezt sajnos mi nem tudjuk megoldani, tehát ez nyilvánvaló. Értem. És bevonják az összes matematika szakos tanárt az iskolából? Vagy hát az összes négyen vállaltuk, 4 évfolyam van, és alapvetően 4-en leszünk
akik ezt tartjuk, egy-egy ember egy évfolyamon, és időnként még lesznek ilyen átjárások. Közben néhány kivetített felvételt látunk, amit a nap folyamán készítettünk az iskolában. Ezek azok a bizonyos matematikai eszközök, amikkel a foglalkozásokat elindítják, gondolom. Igen, hát azért a fő eszközök a ceruza, a papír, a tábla, meg a körző, meg ilyesmik lesznek ott is. Viszont mi kidolgoztunk néhány éve néhány tananyagot ilyen kíváncsiság vezérelt módon, és ezekhez gyártottunk eszközöket, mert sajnos ezek nincsenek. Tehát az az igazság, hogy kíváncsiság vezérelt módon tanítani a matematikát, azért tanulni ez, mert nincsenek eszközök hozzá. Tehát nekünk három éves munkánkba telt, hogy ez a néhány anyag, amivel itt dolgozunk, meg legyen. Úgyhogy ezekkel is fogunk dolgozni a gyerekekkel, de nem csak. Az eszközök, amit itt látunk, nem elsősorban tehetséggondozásra vannak, hanem úgy amúgy osztályban is lehet használni őket. És ilyen csalogató vagy kettcsináló a matematikai feladatok megoldásához. Igen, mindenféleképp. Tehát egy 5-8-os gyerek, hogyha azt az absztrakt tudást megtámogatja minél több ilyen tárgyi dologgal, akkor az a fogalom valahogy tisztább lesz benne, úgyhogy ez főleg kisebb osztályokban nagyon hasznos. Na és mit gondoltak, hogyan fogják toborozni a diákokat? Tehát, hogy meghirdetik a sajtóban, aztán szóbeszéd igen, útján igen, is eljut. És az iskolaigazgatóknak, illetve a matek tanároknak egy-egy külön listán elküldjük. Tehát egyelőre ennyi. És hogy az imént úgy fogalmazott, hogy várják a diákokat, hát akárhányan jöhetnek? Vagy lesz valamilyen szűrés? Lesz valamilyen szűrés, mindenféleképp az, hogy mekkora szűrés kell legyen, az majd elválik, de egy szintfelmérés mindenféleképp lesz, hiszen hogyha ez tehetséggondozás, akkor nyilván tehetséges gyerekekkel szeretnénk dolgozni, tehát nem egyfajta plusz konzultáció lesz ez, hanem tényleg tehetséggondozás, és ezért rendezünk egy tehetségnapot október 12-én, szintén szombati nap, hogy a vidéki gyerekek tudjanak tanáraik bejönni. Meg vannak hívva a gyerekek is, tanáraik is, ha érdekli, akár iskolaigazgató is nyugodtan eljöhet. És itt a gyerekeknek tartunk ilyen foglalkozásokat is, de iratunk velük egy tesztet is, aminek alapján megtörténik a szintfelmérés, és ott a legjobban szereplő diákokat díjazzuk is. És külön a tanároknak is tartunk ilyen kíváncsiságvezérelt foglalkozást, úgyhogy ők is kivehetik a részüket az örömökből. És tulajdonképpen ez a tehetséggondozás majd arra megy ki, hogy különböző megmérettetésre, versenyekre is felkészítsék a arra gyerekeket. Is felkészít, de nem kizárólag. Tehát pont az a célunk, hogy olyan gyerekeket is megcélozzunk, akik nem feltétlenül szeretnek versenyezni, attól még lehető jó matematikus. Tehát nem csak az is természetesen, tehát azok közül, akik a kör járnak és akarnak versenyezni, akkor ez nagyon-nagyon nagy segítség lesz nekik. Tehát korábban hogyan működött ez a tehetséggondozás a Bátoriban? Tehát mindenki a saját diákjaival foglalkozott, igen, tehát minden tanárnak a saját igen diákja, és nem volt egy ilyen összefogás igen, és közösen vagy maximum egy évfolyam diákjai összeültek, tehát igen, igen. Hasonló projektek más tantárgyak esetében réteznek? Hát még egyelőre nem, de én nagyon szorgalmazom a kollégáknak, és remélem, hogy gondolok itt más iskolákban is esetleg Kolozsváron tudnak róla, hogy esetleg foglalkoznának, vagy az a bevett szokás, hogy tényleg mindenki a saját iskoláját próbálja, és a tehát saját ilyen, diákjai, hogy más iskolák diákjai is, nem tudok róla, hogy lenne. Rendben. Hát akkor foglaljuk össze még egyszer, hogy október 12-én. Október 12-én szombaton, reggel 9-től várjuk az érdeklődő gyerekeket és tanáraikat a Bátori Liceumban nagy-nagy szeretettel. Azt nem mondtuk el, hogy milyen korosztálynak szólnak ezek a felkészítők. Igen, igen, ez nagyon fontos, az 5-8 osztályra gondoltunk, 5-8 tehát osztályra, tehát ennyit tudunk most felvállalni, igen, és az az igazság, hogy már liceumra kevesebb, meg jobban összegyűlnek városokban, meg minden azok a gyerekek, akik egyáltalán tehetségesek az ilyen matek info osztályokba, úgyhogy az egy következő lépés lesz, de úgy gondolom, hogy nincs kisebbek is a problémák a tehetséggondozás terén a liceumban, mint az 5-8 osztályban, ahol itt kallódik egy tehetséges gyerek ott, és ez a matek olyan, hogy ez különben azért nagyon fontos egy ilyen szakkör, mert
én saját tapasztalatból tudom és mondom, meg a sok eddigi tanítvány tapasztalatából, hogy aki egyszer eljött egy ilyen tehetséggondozó táborba, az utána mindig eljött, mert ott találkozott hasonszörű gyerekekkel. Tehát azért manapság ez a matematika, meg természet, amiben sok energiát kell befektetni, sok munkát, nem olyan nagyon népszerű, és akkor azok a gyerekek, akik mégis ezt megteszik, nagyon örülnek, hogy együtt lehetnek más olyan gyerekekkel, meg beszélnek. Ez nem is társasági téma, tehát így van, akivel beszélni erről. Tehát ha elmennek, akkor pontosan, akkor beszélnek sportról, akár egy filmről, sőt még lehet, hogy egy könyvről is, de hát erről nem nagyon. Matematikáról nyilván. Kevésbé. Nyilván. Mitől lesz jó matekes valaki? Hát elsősorban kell adottság hozzá, de kell nagyon sok kitartó munka és fegyelmezettség. Tehát jó matekes nem lesz egy olyan emberből, akiben nincs meg valamilyen fajta kitartás, mert jó zenésre lesz olyanból, aki nem gyakorol, nem hiába van Isten adta a tehetsége, hogyha azt a munkát nem fekteti be, akkor... És egyből adódik a kérdés, hogy a jó matekesekre milyen jövő vár? A jó matekesekre milyen jövő vár? Hát... Most gondolom világos, hogy aki jó matekes, az nem feltétlenül csak matematika egyetemre mehet, vagy matematikával foglalkozhat, bár nyilván ez is, de bármilyen, tehát informatika, mérnöki, bármilyen ilyen szakmában ez alap dolog, tehát ha nem megy ez jól, akkor... Nem. Valahol csak el lehet helyezkedni vele. Ez biztos, hogy el lehet helyezkedni, sőt egyre biztosabb, hogy el lehet helyezkedni, mert világszintű felmérések vannak arról, hogy mondjam inkább Európa szintű, hogy a matematikusok meg természettudósok száma kevesebb a keleténél, tehát Európában ez probléma, és rengeteg EU-s projekt van, mi is részt vettünk több ilyen nagyon komoly EU-s projektben, ilyen multinacionális EU-s projektben, hogy oktatni ezeket a tantárgyakat, hogy tenni valahogy minél vonzóbbá, hogy visszacsalogatni ide az embereket, ami nyilván azt jelenti, hogy ezek hiány szakmák, ami azt is jelenti, hogy annak, aki ezt tudja és műveli, biztosított jövője van, hogyha egész Európában keresik, és ez problémának tekintik. És akkor ugye a középiskolában kell megragadni a lehetőséget. Igen, hogy... sőt már az általános iskolában, mert ott megszereti a gyerek, akkor jobban, könnyebben be fogja fektetni később azt a munkát, mert kell, tehát ez. Szilágyi Judit, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánunk. Én is köszönöm a lehetőséget.